Nem tudom, hogy önök észrevették-e, hogy a nézőtéren ül egy televíziós személyiség. Ő pedig Gellérfi László, a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójának szerkesztő műsorvezetője, és kérném ide a színpadra. Szia! Illik hátalálni a nézőt? Nem. Ha jól suktak nekem, akkor te növénytermesztő, állattenyésztő szakon végeztél, és hogyan lett belőled televíziós szerkesztő műsorvezető? Ez annyira bonyolult, mert az elmúlt 25 évnek a története. Milyen rég? Ez olyan régen volt, 1975-ben érettségiztünk, azt, ha az ember jól számol, akkor 23 évvel ezelőtt volt, tehát 71-75-ig jártam én a technikumba, Kovács Annyi egy évvel alattam, Pősz Attila egy évvel fölöttünk át, és itt kint az épület előtt arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen, hogy az Attila milyen öreg, mert ő mégiscsak fölöttünk jár, és mi a Sanyival, milyen jól tartjuk magunkat, mert fiatalok voltunk. Egyébként fantasztikus. Attila most bólogat a nézőtéren. Bizonyítja, hogy így volt. És ha már az Attilát említettem, és Kovács Annyi említette, hogy ezelőtt, nem tudom, 21-néhány évvel valamilyen versenyen voltunk együtt. Arra is emlékszem, hogy egy Erkel diáknapokon is együtt voltunk, szintén ez a triumvirátus. Mi sok helyen együtt voltunk a fiúkkal, és hát sok helyen mondhattuk azt büszkén, hogy mi a kiskunhalasi technikum tanulói vagyunk. Szóval azt akartam elmesélni az előbb, hogy miközben itt álltunk kint az épület előtt, és jöttek szembe a tanáraink. És azt éreztük az Attilával, hogy újra diákok vagyunk. Ilyen kis kék köpenyes kis lurkók, kötelező volt a kék iskola köpeny, és ilyen kis lurkók voltunk, és ahogy jöttek velünk szembe a tanáraink, az az érzésem támadt, hogy most ott az iskolában vagyok, hogy mindjárt vége van a géptanórának, F nagy tanár kimegy az osztályból, Tandar Jolga mindjárt jön, mert kémia óra lesz, Lukács János tanár úr rögtön majd kezdi az állattenyésztés órát, és aztán mindjárt 13:30, és akkor átmegyünk a sorompón, ami általában ugye le volt csukva, pedig mi nagyon éhesek voltunk, és átmegyünk a kollégiumba, és Zak tanár úr ott áll a lépcsőn, és azt mondja, hogy szépen sorakozzatok, és lemegyünk, és ebédelünk. És ez az érzés, azt gondolom, hogy megérte. Hogy megérte, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm. Ezeknek a szép emlékeknek tudható be, hogy szinte az iskola minden rendezvényén részt veszel, hogyha meghívnak. Igen, persze, hát az embert ahova hívják, oda menni kell, és hogyha szívesen hívnak, én örömmel jövök. És még egy dolgot akartam mondani. Itt fönt a színpadon van egy jelmondat. Tendüt per arda virtus. Nehézségeken átgyőz az erény. Ezt a mondatot súlykolta belénk, nevelte belénk az a több tucat pedagógus, akivel éveken keresztül ott együtt voltunk. Na most, ha ezt az ember megtanulta, akkor persze, hogy jönni kell. És büszkének kell arra lenni, hogy ott lehet, és kitűzheti a hajtókájára az iskola jelvényét, én is kaptam ilyen jelvényt, csak egyáltalán nem akartam kivenni ebbe a szép dobozból, de bízisten ki fogom tűzni. A munkáidat ismerjük, hiszen szoktunk látni a Körzeti Stúdió műsorainak képernyőjén, de most mivel készültél? Igen, hát kicsit meg vagyok hatódva, nem vagyok én a szavak embere. Hát kérdezni könnyebb, ezt én is tudom tapasztalatból. Arra gondoltam, hogy valami olyasmit kellene itt csinálni, ami azt jelentheti és azt jelezheti, hogy az embernek kötődni kell valahova. Hogy ahogy Tamás Járon azt mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hogy az ember bárhova veti a sors és bárhova kerül a világban, mindent kell lenni egy helynek, egy olyan pontnak, ahova kötődik, ahova hazamegy, ahol otthon van, ahol úgy érzi, hogy ez a házam és a hazám. És nekem ez Kiskunhalas, hála jó Istennek az édesanyám még mindig itt él, és én nagyon sokat vagyok itt nála. Szia, mami! Biztos nézi a tévét meg. És egy erdélyi költő, Magyari Lajos, nem a Fenyők című versét szeretném elmondani, vagy elolvasni, ami valahol ezt a kötődést jelképezi. Halljuk a produkciónak. A
Hagyari Lajos nem a fenyők. Nem a fenyők, a hegyek, borvizek, nem mítosz, nem ködlő hangulat, nem a születés bíbor mágiája, mi a földel engem összead. A szépség, a vérség mind kevés. Nőhetnek bennem fenyvesek, zúghat honi szél, fakadhat forrás, ekötés más, keservesebb. Jogom van hozzá. Földem a föld. Európa, én hűszülővárosom. Nem vagyok kisebb és nem nagyobb, mint milliónyi ember rokonom, kiket más tájnak lége éltet, más nyelvek zenéje ringat el, másként robog a vérük, s ereikben más dalt énekel. Más történelem homlukuk mögött, és másként megszerkesztett jövő, de e jövendő csak úgy igaz, ha hazát is kap az eljövő. Nem a fenyők, a hegyek, a borvizek, nem mítosz, nem ködlő hangulat, nem a születés bíbor mágiája, mi a földel engem összead. A szépség, a vérség mind kevés. Több kell most, hű számvetés. Itthon vagy, itt lehetsz magad, kötések kötnek, hogy légy szabad. Léted csak itt nyerheti igazát, lényegét, házat és hazát. Köszönöm szépen.